A Nyíregyházi Egyetem és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum eddig is több területen működött együtt. A szakképzési törvény változásával azonban lehetőség nyílt arra is, hogy a végzett okleveles technikusok 30 kreditet tovább vigyenek a felsőoktatási tanulmányaik megkezdésekor. A Nyíregyházi Egyetem célja, hogy ezzel is a megyében tartsák a hallgatókat, akik így könnyebben elvégezhetik az egyetemi képzést. Emellett a helyi vállalatokkal kiegészülve egy komplex tudásközpontot is szeretnének létrehozni. Ennek első lépése az iskolák közötti együttműködés. Ahhoz, hogy mi krediteket tudjunk beszámolni, ahhoz a tudástartalmakat össze kell hangolni. Ebben már elkezdődött a munka, tehát a különböző szakképző iskoláknak és a oktatói és az egyetem oktatói már elkezdtek dolgozni azon, hogy mi az, amit mondjuk például a szakiskolákban a szabadóra keret terhére mondjuk bekapcsolódnak a mi oktatóink, és már azokat a tárgyakat, tartalmakat oktatják, ami majd itt kell majd, amikor felsőfokú tanulmányokat folytatnak, illetve mi is szeretnénk bevonni a szakközépiskolák vagy szakiskolákba tanító pedagógusokat a mi gyakorlati képzésünkben. Tehát ez a folyamat már elindult. Nyíregyháza és térségének színvonalas és szerteágazó szakképzését szeretnék továbbfejleszteni, ezért több iskola oktatója is részt vesz az együttműködésben. Most ebben a programban a Bánki a műszaki területen keresi az okleveles technikus képzés megoldásait, a Sipkai a turisztika, a Széchenyi a gazdálkodás menedzsment alapszakon, az Incédiben a logisztikát nézzük meg, az Évízben a környezetvédelmet nézik, és a Veselényi az informatikai, illetve a kreatív ágazat területén keresi a lehetőséget. Most azt gondolom, hogy a legjobban a turisztikások és a gazdálkodás menedzsment alapszakon lévők állnak, illetve hát a Bánki is kollégák a műszaki területtel. A Bánkit eddig is a mérnökképzés előszobájának tartották, úgyhogy remélem, hogy itt is eredményes lesz a munka. A határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást csütörtökön írták alá az intézmények képviselői.